Üdv mindenkinek, srácok! Amit most látni fogtok, ez egy roguelike játék, vagy roguelite, nem tudom pontosan, valamelyik a kettő közül. Méghozzá egyébként egy first person roguelike játék. Én ezt már rögtön egyébként így kétkedve nézem, mert hogy first person roguelike játékok, sikeres roguelike játékok nem nagyon vannak. Tehát, hogy szerintem a legsikeresebb az így, jó, tudom, a Returnalt azt lehet mondani, de hogy így PC-re. PC-re szerintem nem nagyon van, és hát ez ma, tehát a legsikeresebb, ami így nemrég jelent meg, ezek a Far Cry DLC-k. De azok is így uncsik, hogyha a sztori megvan. Tehát a sztoria érdekes volt számomra a Far Cry-oknak, de így mint zsáner, meg unalmas volt. Mit kapunk ezzel a játékkal egyébként? Ez egy hack and slash roguelike móka. Az egyik kezemben lesz valami ostor vagy kötélszerűség, ha jól tudom, a másikkal meg majd hadakozunk. Ahogy látjátok, van stream settings, igen. Tehát, hogy lehetne interaktálnotok nektek, és akkor vicces lenne a dolog. Itt egyébként van mixer is, ez azt jelenti, hogy mennyire foglalkoznak a játékkal. Valószínűleg szerintem már nem fejleszti senki. Mármint, hogy így nem támogatják, de azért megnézem. 17 eurós a játék, 2018-as, mit mondanak, mikor jött hozzá bármi is. Hírek. 2019. május 21-én. Igen, tehát, hogy rájöttek, hogy egy évig támogatjuk ezt a játékot, elég is lesz belőle. Úgyhogy úgy álljatok neki, hogy ez ennyi, amit most láttok. Grafikában minden maxra van most húzva, egérbillentyűzettel fogom játszani. Tutoriát szeretnék. És közben el tudom nektek legalább azt mondani, hogy mi egy tolvajok vagyunk, és legendás kincsek, legendás város kirabolásba vagyunk éppen. És igen, ez is igaz, amit mond Quantum Hu, hogy ez már nem először ingyenes egyébként Epiken, tehát hogyha ez már nektek megvan, akkor az valószínűleg azért van, mert hogy már korábban begyűjtöttétek. Na. Nézzük. Én megvárom, amíg fizetnek érte? Ajjaj. Na, tehát, hogy ott vannak a szívecskéink. 120 FPS, szerintem ez nem lesz gond az FPS-sel, úgyhogy a kockaszámokat. Na, ez tetszik. Ez már tetszik, tehát emiatt már jó a játék. Igen, oké. Ucs. Oda néz. Srácok, szét tudom törni a köcsögöket. És az ostorral fel is tudom venni a lótot. Na, ez tetszik. Azt hiszem, egy kicsit följebb kell raknom a fobot, hogy ne legyek rosszul. Mondjuk valahogy így.
Jó, vele kell beszélni szerintem, mert hogy így rámutat a izén. Akkor nem rámutatott? Hát valószínűleg akkor erre kell menni, arra van az objektum. Hát ez nagyon durva. Ez nagyon durva. Jó, lehet slide-olni. Ez nagyon jó. Jó, ezt, tehát hogy ezt megtanultuk, csak nehezen áll fel a karakter. Shift-tel sétálunk. Elvel vesszük fel a treasure-t. Azt nézzétek. Azt nézzétek, hogy veszem fel a lootot. Végre! Hát ha fejbe csapom az enemit az ostorral, akkor lesztámolom. Aha. Csapdába lehet lökni az enemit F-fel. Húval meg rántani lehet az enemit. Hát most meg nem mondom, hogy mi ez a jel. Például triggerelni lehet a csapdát. Oda néz. És ez azért jó. Miért jó? Ez nem tudom miért jó. Valószínűleg már mutatta nekünk a játékot, hogy így tudunk lengedezni. Ez volt a tutorial. Most már mindent tudunk. The Fool. The Revenant. The Hellion. The Brigand, the Soldier, the Traveler, the Fool. Jó, igazából, tehát hogy ez a Traveler és a Fool, az ugyanazzal a gírrel kezd, csak az egyik csaj, a másik meg csávó, úgyhogy most hallgassunk csajos nyögéseket. Igen, gyakorlatilag Indiana. Ez az. Yeah! Meg kell találni a kijáratot. Azt hittem, hogy kincsekért jöttem. Nectar of Time. Oda néz. Kosztorat! Csapda volt. Da dosu de szelszort. Hát erre nincs pénzünk. Jézusom, ezek itt mit csinálnak vajon? Én most égek egy kicsit? Jaj!
Levettem róla a turbán, srácok! Iha. Túl sok sebzést vállaltunk be. Közben azt mondja, hogy megnyomhatom a J-t, hogyha meg szeretném tudni az infókat erről a csontiról. Nagyon kevés a HP-m, srácok. Ez gond. $500-ért ki lehet kapcsoltatni a Jinnel a csapdákat. 500 pénzért. Jó. Horn of Warning. Vettünk egy ilyet, srácok. Horn of Warning. Hangulatos? Na, örülök, hogy tetszik neked, Afrojack. Ó, basszus, ez egy csapda volt. Rank 1, XP 177. Mert még egyszer. Hát itt kaptam a sebzést rendesen. Na ez, hogy már nappal van, ez nekem jobban tetszik. Mondjuk lehet, hogy eddig is... Milyen kedves a játék. Rögtön egy csapdával kezdtünk. Ha úgy nézem, hogy egy kis társaság első projektje, nem is olyan rossz kérdés, hogy így van. Hát amúgy valószínűleg így van. Több mint valószínű, hogy így van. Az a helyzet, hogy nagyon sok indie projekt, nagyon sok indie projekt próbálkozik a first person roguelite élményekkel. Nem túlzottan sikeresek, ugye? Ugye returnál is nagy szerencse, hogy bejött. Úgyhogy az azért quality. Returnál is egyikhez se lehet hasonlítani még a... Basszus! Értem, tehát a triggere nem, akkor utána már átmeltek rajta. Hát hogy a returnál is még a Far Cry-okhoz se lehet hasonlítani, annyira jó. Szerintem, legalábbis. Mi volt ez a suicide? És azt nézem, hogy a Q az ugyanaz, mint a jobb klik. Hogy valószínűleg igen. Aha. Companion summon. Normális vagy, kompanion?
Most itt nagyon nézem egyébként, srácok, hogy van-e valami csapda a földön, mert ezeket megszívtam eddig. Van egy csomó pénzem. Kompanyom például meddig él? Végtelenségig? Aha. Ez például robbant. Egy csapda. Okay. Ó, sokáig él amúgy a kompanion. Nem gondoltam volna. Hogy nyomja amúgy? Én nem is akarok oda menni. De ő csak nyomja. Jó, még él? Azt hittem, már meghalt. Nyomjad neki, tess! Robbanás is például hat-e a kompanionomra. Horn of Warning, Strap of Impact. Ó! Júj, majdnem ráléptünk a csapdára. Júj! Give pass. Skull. És tudunk még kérni? Nem. Azért nem. Tessék! Volt valami enemy? Kurva. Erőt eszembe, hogy... Most ez csúnya lesz, de... Igazán játszhatnék a returnálissal inkább. Q-val elvileg lehet rántani. Aha. A Q-val a rántás nagyon jó. És megöltem a szellememet is, ugye? Kvalitás, kvalitás, szép volt, ügyes voltam. Oda nézzetek. Kinyomtuk. Kinyomtuk az első szintet. És lesznek bosszok is. Save and quit. Hát egyértelműen megyünk tovább. Find the exit. Rope of the Fakir. Nem tudunk még erről semmit. Iron Constitution. A Gauntlet of Trusting. Lehet rúgdosni az enemit. Most, vannak ilyen csapdák is, srácok. És hogyha ezt triggerelem, akkor mi van? Jaj, de jó. Édes jó Istenem. Édes jó Istenem! Szóval a csapda volt, ja. Gyere csak! Gyere! Látod milyen jó lesz? Hello! Biztosítás!
Hogy ne vennénk biztosítást? Na nézzük. Azt ott most tudom triggerelni. Ott is egy csapda. Oké. Szóval vannak huncu chestek is, amire figyelni kell. Jézusom! Aha, ez ismerős rész. Jó. Jézus. Csak ő egyedül volt itt. Ó, nagyon sok gold, 720-as a gold. És ez itt meg nagyon el van rejtve, ugye? Jujuj! Gyere, gyere, cic-cic! Nagyon jó. Ez a csapdával ölés, ez tetszik. Aha. Tehát, mit szólnál ahhoz? Nézzétek csak! Oda nézzetek. Micsoda kincses láda. És itt még lehet tovább is menni? Oké, szerintem ez ennyi volt. Bár az is ott lootnak tűnik, csak mondom. Aha. Hát hogy a fenében? Mondtam. Mondtam. Úristen, hát a very big money, srácok. Mit lehet ennyivel kezdeni? Amúgy az ott tényleg ilyen aladinosnak tűnik. Jújúj. Jújúj, nézz innen. Jézusom, normális vagy? Szia, hello! Hát leesett a...
Lejjön a sapka. Úgy néz ki, a sapka leesés az... azt szimbolizálja, hogy leesett az armor. Valami kopácsolás van. Oda néz. 1200. És egy Jean amúgy? Nem akar jönni Jean? Ah. Valami határozottan van valahol. Tessék. Nectar of Time. Jézus. Ez ilyen lelassított idő. Curse of Solomon. Majdnem belementünk egy csapdába. És akkor most a boss fight? Most a boss fight. Ez kell. Édes Istenem! Édes jó Istenem! Tévedtem már csak emiatt is az évi játék. Mi történt? Megittam egy potiont, ami átalakított csirkévé. Jó. Bolonddal szeretnék játszani. Infusion of Recovery. Most ez mitől roguelite? Hát attól roguelite, hogy mindig elő, tehát hogy karakterek közül választhatsz, aminek alapfelszerelése van. Na már most. A roguelite-ság az lehet, hogy annyiba kimerül itt, hogy a szintekkel, amiket gyűjtesz XP,
azzal állokolsz újabb karaktereket. Tehát a itt felvett cuccok, azok nem maradnak meg. Minden egyes rán más és más, és a pálya is más. De szerintem ez nem roguelite, mert a roguelite-sággal ugye fel kéne tudnom oldani a karakteremnek, mit tudom én, ilyen-olyan kezdő felszerelés például, de ilyesmi nincsen, úgyhogy ez jelenleg inkább roguelike-nak tűnik. Mint egy izsák például. Divine Burden unlocked. $500-ért kikapcsolnák a csapdákat, az amúgy elég király lenne, az egy elég király wish lenne. Amúgy most ez az a rán, amikor már így kvázi értem, hogy mi van. Szia, bizony! Jó jászkodást! Köcsög! A köcsögtől szétesett. Ez lesz egyébként az utolsó ránom is. Tehát, hogy most már így vágom, hogy mi van. Noha boss nem öltünk. Olyan átkot kapott, hogy ugrálnia kell. Na, addig vicceltem, hogy megjavult. Reverse Divine Burden unlock, de hogy mi lehet ez a Divine Burden, az amúgy jó lenne tudni. Nézzétek csak ott a loot. Hát ez a hang. És ha mondjuk ezt csináljuk. Aha. Na, srácok. Most ki tudjuk kapcsoltatni a csapdákat. Ami... Hát nem tudom, hogy mitől lesz nekem rossz, azon kívül, hogy belehúzhatom az enemit. De ugye ez kb. Csak jó lesz. Na, hát most kikapcsoltuk a csapdákat. Valóban egyik sem működik. Na nézzük, tehát akkor most már nyugodtan sétálatok, nem tudom, hogy az ott most micsoda, például. Ó, basszus, megijedtem a csapdától. Jó. Hát én is azt mondom, haha. Ó, hogy ez is egy ajtó lett volna. Big money. Azt nézzétek, hogy nyomom. Aha. Ja.
Lash of Reach. Nem tudni, hogy ez micsoda. A Rope of Fakir, azt se tudjuk, hogy micsoda. A Pads of Silence, az meg már megvan. Legyen a Lash of Reach. Painful Influence. Biztos. Á, látom. Mármint nem. Mármint, hogy látom, csak nem látom, mi értelme van. Írja, hogy ez micsoda. Basszus, basszus. Full Zwipet azt így tudni, vissza tudnám tenni. De hogy a mostanit se értem, hogy mit csinál. Úgyhogy maradjon. Most valamiért lejár az idő. Most lejárt az idő. Blade of Cleaving. Nem találtuk meg a kiutat. Oké, tehát hogy ilyet is raktam bele, hogy figyelni kell az időre, hogy le ne járjon. Basszus. Ez szívás. Eddig is volt kardom, de ez valami más. What? És a trap kikapcsolás... Az nem örökre van. Hát az itt nem srácok. Ha már 500-et fizetek valamiért, akkor azt hittem, hogy tovább tart. Jézusom. Annyi mutatja, hogy merre kell menni. Így is jó. Oké, emögött most nem volt semmi. ...275-be kerül a HP. Igazán felvetni amúgy automatikusan a rútot például. Értem.
Jézus! Azt a dzsint a maga mévá tudtam tenni, úgymond. Sziasztok! Ez van, az meg egy ijász. Nem. Jó, hogy nem, már jó, hogy nem. Oké, oké, köcsögök. Loot. Ládiko. Ennek sem értem, mint nem látom. Az utolsó szobában miért lehet sietni a kijárathoz, hanem miért nem rögtön a kijáraton. Ha most meg például boss fight lesz. Gatekeeper. A gatekeepert kell legyőzni. Hát itt például semmit nem tud, semmit nem tudunk venni. Mert nem volt HP-m. Viszont látjátok, most nagyon jól haladtunk. Rank up reward. A seedünk minusz 63, 65, 64, 11, 77. Erre most kíváncsi leszek. Azért nyomtam rá a restartra, hogy most megkaptuk ezt a percet. Megkaptuk, tehát már alapból alapból plusz cuccal kezdünk. Oké. Okay. Hát, srácok. Kettes rankú lettem. Az utolsó karakter a Revenant, aki egyébként ijász már alapból. A Helionnak majd nem tudom milyen fegyvere van. Lunging punch, tehát hogy ő távolra tud ütni. Ő pedig dobálni tud. Késeket. A soldier pedig spíres. 12-es az utolsó rang, nekem most így fél óra alatt, kicsit több mint fél óra alatt meglett a 2-es rang, tehát hogy nagyjából 6-7 óra gameplay alatt ki tudjátok szerintem maxolni a játékot. Jó, nem kimaxolni, de elérni a max rankot. És nagyjából szerintem 10-10 pár óra alatt az összes élményt ki tudjátok szedni belőle. Független attól, hogy roguelike, vagy roguelite, vagy bármi ilyesmi, mert hogy így azon kívül, hogy bosszokat, gatekeepereket ölsz, szerintem sok mindennel nem örvendeztet meg a játék. Itt vannak amúgy a burdenek. Mennyit lehet bekapcsolni? Ezeket így mind. De itt van, hogy ezek a burdenek azok, amik megkönnyítik, vagy éppen megnehezítik a játékot. Increase player damage. Például. Increase player health. Kevesebb enemy. Rarebb itemeket droppolnak. Újjászületetnek az enemik, tehát most ezek azok, amiket menet közben egyébként állokkoltam. Hogy így meg is könnyíthetjük egyébként a játékot, itt vannak a pozitívak és a negatívak. A local high score-t mutat.
A koncepció szerintem nem rossz, abból a szempontból, hogy próbálkoznak FPS, majd egy first personos roguelite játékkal. Szerintem amúgy nem rossz, mert hogy én adnám. A Far Cry nem volt kielégítő, a Returnal pedig hát kontrolleres. Tehát, hogyha egér billentyűzettel játszhatnám a Returnalt, sokkal jobban tudnám élvezni, mint ahogy élveztem annó. Az például PC-n csapatnám. Itt az a gond, srácok, az a gond például, hogy az elején szétszivat téged a játék, és nem azért, mert nehéz, hanem hogy nem mondjál, hogy vigyázz, az ott egy csapda lesz, és te olyannal még nem találkoztál korábban. Nem mondjál a játék azt sem, hogy... Vagy hogy is mondjam? Nem nyilvánvaló, hogy akkor most hogy néznek ki a cuccok, amiket fel kell szedned. Sietned kell, tehát egy megadott idő alatt kell teljesítened egy részt, hogy tovább juss a következőre, és közben mindent is ki kell lootolnod, érdemes minél több mindent lootolnod, úgyhogy közben kívánhatsz a Jean-nél, hogy jobbak legyenek a rányaid. Például azt megértem, hogy elsőre nem tudunk mindent, mint például amikor megvettem egy fegyvert, és akkor megnézném, hogy mi az, mielőtt megveszem, de nem mondjál úgy, hogy először meg kell vennem, hogy megtudjam, hogy mi az. Nem tudom. Szerintem sok mindent akartak ezzel. Csinálták volna azt, hogy megcsinálunk egy szobát, azt odaadja nekünk az összes lootot, ami a szobában van. Érted? Megölöm az enemit, odaadja a lootot, és már mehetek tovább. Ehelyett meg kell ölnöm az enemiket, meg kell keresnem a lootokat, és akkor még sietnem kell a következő pályára. Ezt a játékot nem ajánlom. Ez nem jó. Amint értitek most, ami van belőle jó, de ezt nem élveztem. Szerintem sok mindenbe hibázik. Vannak a fűszerek, és valamiből sokat szórtak. Elmondtam, hogy mik a problémáim velem. Nem is fejlesztik már 3 éve, úgyhogy... ezt elengedték. De megmutatom nektek, hogy mik lesznek a jövő heti játékok. Mit szóltak? Dopergés. Tadá! Rogue Legacy és a The Vanishing of Ethan Carter. Bezony. Na. Szóval a Rogue Legacy elvileg egy roguelite játék. Nézzük csak. Ajaj. Pukizik a karakter. És sok achievement van. Én ennek örülök egyébként. Szeretem a roguelike játékokat. És ez a stílus is egyébként adja. Wow. Elvileg nekem ezt a játékot ismernem kéne.
Az a helyzet, hogy most hallottam róla így, most láttam róla így először videót. Wow! Tök király. Hát igen, ez egy 9 éves játék. Wow! Ez nekem úgy tetszik, úgyhogy ezt nagyon várom. Nagyon várom, hogy jövő héten majd ki tudjuk próbálni. Hát igen, nincsenek nagy... Nincs nagy gépigénye, úgyhogy ezt bárki bármilyen gépen tudja majd játszani. A másik játék a The Vanishing of Ethan Carter, pedig a klasszikus nyomozós játszé. Nekem ez nagyon tetszett. 18 éven aluliak ne nézzenek ide, mert ez durva dolog. Felfedezős nyomozósdi. Így van. Nekem ez a játék nagyon-nagyon adta annó. Mikor is? Mit mondanak? 2014-es, basszus, már 8 éves a játék. Durva belegondolni. Tű. Ez durva lesz, nagyon durva lesz a jövőjét. Én még azt hittem, hogy majd a City Skylines-os lesz a legdurvább Epic ingyenes játékos este, de hát ennél azt gondolom, hogy hamarabb kell egy kicsit kezdenem, hogy jól meg tudjuk nézni a játékokat, mert ez a The Vanishing of Ethan Carter, ezzel is el leszünk jól, illetve a Rogue Legacy, a zsáneréből kifolyólag be fog szippantani. Az a durva, hogy én is csak arra emlékszem maga, hogy nekem ez tetszett. Ez a játék tetszett, de hogy miről szólt, nyomozós játék volt, ennyi. Úgyhogy ez jó lesz a jövőt. Várom, srácok. Nem is tudom, hogy mikor vártam ennyire epikes játékokat ennyire. Ennyi lett volna egyébként, skacok. Ennyi lett volna. Megnéztük a Warhammert, mármint a Total War-os Warhammert, illetve a City of Brest. Adtatták volna valamelyiket, mondjuk a Vanishing of Ethan Cartert, vagy a Rogue Legacy-t a héten. Így egyet innen, egyet onnan, mert nekem nem nyert el a tetszésemet egyik se. Bár azért azt le kell szögezzem, hogy a Warhammer az egy jó játék, de nem a stílusom. A City of Brass a stílusom, de az meg nem egy jó játék.